székely népnek eredetét. A hókronikák ismertették, székely lányok és legények Csaba mondát terjesztének. Fennmaradva a mai népnek, fennmaradva a mai népnek. Durán földről elindulva nagy sereget alakítnak, hadvezérük a hunok királya Attila isten ostora. Tőlük reszket Európa, tőlük reszket Európa. Úgy tartja a Csaba monda, 3000 hunkatona a Csiglamezőn táborozva, székely hazát alapítna. Székely hazát alapítnak.
Kedves nézők, itt vagyunk a Szekler Együttes két tagjával, Gergely Nándorral és Sóvárd Attilával, és ugye a Csaba Munda című dalt láttuk. Beszéljünk akkor először erről a dalról. Igen, köszöntünk mi is minden kedves tévénézőt. A Csaba Mundát hallhattuk. Ugye ez Sepsiszentgyörgyön készült 2011. decemberében. Ez egy mi általunk megszervezett rendezvény volt, egy adománykoncert, ahol a begyűlt összeget adományba adtuk a Székely Nemzeti Múzeumnak. És ahol a Székely TV is ugye partner volt? Természetesen ugye a Székely TV ott volt, filmezte a teljes koncertet. Ugye ti vagytok az egyedüli együttes, amelyik a Székely nemzetünk a történelmét akarja a dalban kihangsúlyozni. Beszélnétek erről egy picit, hogy hogyan indult az egész, vagy hogyan kezdődött, hogyan jött az ötlet, hogy a történelmre hangsúlyt fektetni dalokban? Előre indultunk egy másik név alatt, egy másik zenekarral. Retro zenét, hogy nevezzem meg, dallamos rock zenét játszottunk. Itt próbálkoztunk, albumot adtunk ki, de úgy gondoltuk, hogy nincs olyan szívre szóló téma benne, tehát nincs, amivel megérinteni a közönséget. Ugye az olyan zenének óriási nagy a konkurenciája, tehát semmi értelme nem volt most egy zenekarral több lenni. A lényeg az, hogy innet jött az ötlet, hogy egy olyan valamit kell csinálni, ami nekünk is a szívünkhöz közel áll, a közönségnek is a szívéhez közel áll, és tematikus anyag legyen. Tehát nem arra adjuk a hangsúlyt, hogy most zeneileg milyen nagy dalokat írni, vagy tehát inkább az a lényeg, hogy tematikus anyagot adjunk ki a kezünkbe. És akkor innen jött ez, hogy székely zene székelyektől, székelyeknek, székelyekről, ugye? Hát az nem igazán innen jött. Tehát az a szlogenünk, ugye, hogy székely zene székelyektől, székelyekről, székelyeknek. Székely zene, mivel hogy az első albumban a székelyek történelmét próbáltuk, hát az ezer évet azt nehezen lehet összefoglalni egy tízdalos albumon. Tehát a székely nép történelmét írtuk meg dalokban, hogy székelyektől azért, mert tehát ez a zene innet indul közülünk. Tehát a székely nép közül valók vagyunk mi az egészen. Nagy részt Székelyföld majdnem minden régióját, minden székétből vannak tagok a zenekarba. Kézdi székről, Sepsi székről, Maros székről, Csík székről, tehát nagyjából úgy van összeállva a zenekar, hogy úgy képviseljük a teljes Székelyföldet. Tehát székelyeknek szólnak a dalok, mivel hogy ugye a témából kiindulva az a lényeg, hogy olyan témát dolgozunk fel, ami minden székely embert érint, sőt, ugye ez egy elég hiányos része az életünknek a kommunizmus miatt, meg nem sorolom, hogy mi miatt a székely embereknek az identitás tudatuk eléggé le volt verve. Ezelőtt, na most ezt próbáljuk mi kompenzálni a jövőbe. Ez is egy, a zenekarnak egy ugye, úti célja. És szeretnék én visszatérni egy picit a Csaba Mundára, ugye az első klipet, amit láttunk. Bővebben, pontosabban az üzenetéről. Igen, beszéltek-e? Tehát minden dal nagyjából egy történelmi kort képvisel. Na most a Csaba Mundába a székelyek eredetéről van szó. A teljes albumot az Dr. Szadecki Kardos Lajos munkája után írtuk, tehát onnan inspirálódtunk, tehát mi nem történelmet írunk, hanem a történelmet dolgozzuk fel dalokba, ugye már, igen. A Csaba Mundába kiválasztottunk, ugye a székelyek eredete elég zűrös kérdés, hogy most honnan eredünk, meg honnan nem eredünk, tehát mi egy Dr. Szadecki Lajos elég sok nézőpontból közelíti meg a székelyek eredetét, mi most azt vettük ki, ami a székelyeknek a legkedvezőbb. Tehát, hogy azt a vonalat, hogy a hunokból maradt katonákból eredünk, erről szól a Csaba Munda.
Aztán tovább... Melyik a következő? Mindegyik, de hát feldolgoztuk a Csaba Királyfit. Ugye ez a Csaba Királyfi név elég szent a székely népnek. Tehát ez a két dal, ami az eredetről szól. Aztán haladunk tovább a korba, jön a székelyek Erdélybe való letelepedése, szervezkedése. Jön a következő dal, a székely nép történelme, a hát ezeket monarchia így majd a műsor végig fogják igen. Nézni a tehát nézők. Majd a bejátszott dalokból mindegyikre lehet. Az a lényege, hogy úgy érdemes ezt a zenét hallgatni, hogyha valaki az első daltól az utolsó dalig meghallgatja az egész albumot, mert akkor tudja követni az időt egész a mai napokig. Meghalt a király, három aranykoporsóba zárják, ott nyugszik, aki halt Tisza ágán, feloszlik a hunok birodalma, a vagyon felett nem szűnik a vita, a germán és a hun törzseknek hada. Összemérik erejüket harcban. Két hétig folyt másodszor a csata. Haladár nyert Krimhildnek a fia. Segítve a germánokat Róma. Elesett a legtöbb hun katona. Vezesd uram győzelemre Attila nemzetét, Csaba királyfi csillagösvényét. Vezesd uram győzelemre Attila nemzetét, Csaba királyfi csillagösvényét. A királyné a legkisebbik fia, a hun törzseknek hadvezére Csaba, a nagy császárhoz segítségért rohan. Itt székeljetek, visszajövök, mondta, a veszélyben a székelység s a haza. A székely népnek ősvezére Csaba, a hadak útján érkezik majd haza. Vezesd uram győzelemre Attila nemzetét, Csaba királyfi csillagösvényét. Vezesd uram győzelemre Attila nemzetét, Csaba királyfi csillagösvényét. Nemzetét, Csaba királyfi csillagösvényét.
Csaba királyfi dalt láttuk az előbb. Most beszéljünk tovább, hogy szeretném tudni, hogy kikhez szóltok a dalba, mi az üzenet, ugye már érintettük ezt a témát. Hát ahogy Attila kollégám is elmondta, nemzeti öntudatot szeretnénk ébreszteni minden egyes székely emberben, és nem csak. Tehát a dalok mindenkinek, mindenkihez szólnak, aki megtalálja önmagát bennük, aki magáénak tudja tekinteni ezeket a dalokat. Mindenki, aki szeretné hallgatni, tehát nem vagyunk mi úgy, nem szorítkozunk egy bizonyos célközönségre. Tulajdonképpen ugye a székely nemzethez szólna, mivel a mi történelmünköt zenésítettük meg, ezért nekünk szól. De szeretnétek nem csak. Ki a történelmet szövegben átadni? Természetesen, mert én is, ha bár szégyenkezve, de be kell valljam, hogy nem voltam, tehát amíg ebbe az együttesbe bele nem kerültem, és nem kezdtem mérehatóban a témával foglalkozni, nem voltam annyira jártas a székely történelemben. Tehát tulajdonképpen én se igazán tudtam, hogy honnan is jövök. És itt szólnék közben, megragadom az alkalmat, hogy székely történelmi anyagot lehet olvasni a honlapunkon. Van egy honlapunk www.szekler.com, és itt egy célunk, egy zenekar célunk az is, hogy a székely történelmet nem csak ugye a dalokon keresztül ismertetni meg a nagy érdemű közönséggel, hanem a honlapon vannak feltéve történelmi anyagok, tehát bárki rámegy, ott a székely történelmet teljesen megismerheti, elolvashatja. Visszaadom a szót. Így van, és aki kíváncsi, akkor a saját történelmére itt dokumentálódhat. Vagy a dalban. Hát persze, sokkal könnyen megjegyezni, amikor egy dalom is kötődik hozzá, esetleg, ha egy kép is kötődik. Tehát az iskolában is könnyebben tanultunk, hogyha valamivel össze volt kötve, ugye, mint a nyers történelmi anyagot. Így van. Beszéljünk egy kicsit most a diszkográfiáról. Ugye ismert már a Székely útja album. A Székelyek útja című albumunk kerül most itt ugye bemutatóra. Hát tulajdonképpen az album az úgy van felépítve, hogy nem mindegyik dalunk szól történelemről, tehát nem mindegyik dal történelmi témájú. Az album vége fele, tehát az utolsó dalaink, az inkább már egy, hogy is magyarázzam, egy székely embernek a szívéből szóló dalok, ami a székely hazát említi meg, azt úgymond dicséri. Vagy talán azt, hogy mennyi viszontagságon átment ez a székely nép, és semmit nem kaptunk cserébe, semmit nem kaptunk ingyen, tehát a hétköznapjainkban meg kell harcoljunk minden egyes dologért. Tulajdonképpen erről szól ez az album. Tehát a történelmi... hány dal van benne, és mikor hoztátok ki pontosan? 10 dal van az albumon. A koncerteken viszont azzal szoktuk lezárni a koncertjeinket, hogy a székely himnuszt közösen elénekeljük a közönséggel, mert úgy érezzük, hogy ha már egy ilyen témát bontogatunk és dolgozunk fel, akkor az az igazi befejezés, úgymond a habatortán, hogyha a székely himnuszt el tudjuk énekelni közösen. Az albumot tulajdonképpen a tavalyi év decemberében adtuk ki hivatalosan, tehát akkor kaptuk meg az engedélyt, hogy a piacra bocsájthassuk, és hát... Itt is közreszólnék, hogyha diszkográfiáról van szó, tehát ezt az albumot nem úgy kell, meg a zenekart sem úgy kell elképzelni, hogy ez egy nemzeti rockzenekar. Ugye az szokott a nemzeti rockzenekarokkal történni, hogy mindig szidjuk valamelyik népet, kiemelvén, mit tudom én, a magyart, vagy mi esetünkben a székelyt. Nálunk nem erről van szó. Tehát mi a székely történelemről beszélünk, csak a székely történelemről, annélkül, hogy valamelyik másik népet, sem a magyar, sem a román, vagy valamelyik másik népet szídnánk benne, vagy tehát ilyesmiről nincs szó. Tehát végül is csak ismertetitek. Az a lényeg, hogy mi székely történelemről beszélünk. Ennyi. És ha már beszéltél fellépésekről, akkor szeretném tudni, hogy eddig hol koncerteztetek, melyik a fontosabb fellépésetek? Picit beszéljünk a fellépésekről is. A legfontosabb, köszönöm.
A legfontosabb koncert az nyilván általában, amit mi szervezünk. Minden évben szoktunk szervezni egy nagyobb koncertet, általában ezek adománykoncertek szoktak lenni, ugyanis ez is célja a zenekarnak, hogy megsegíteni, vagyis adományozni egy székely identitású intézménynek a koncertbevételét. Mint ahogy most már akkor kitérek rá, hogy mint ahogy a tavaly megszerveztük Sepsiszentgyörgyön és a Székely Nemzeti Múzeumot támogattuk az összeggel, idén most Csíkszeredában szeretnénk ugyanazt a koncertet megszervezni. Igen, erre akartam majd kijutni. Októberbe. Na most fontosabb fellépések voltak Szentgyörgy napok, Szent Anna napok, Kézdivásárhelyi napok. Tehát általában ugye elég sokan vagyunk a zenekarban, elég nagy technikai szükségletünk van. Nem tudjuk megengedni azt, hogy most nem tudják biztosítani azokat a technikai igényeket, amire szükség van a zenekarnak ahhoz, hogy megszólaljon, akkor sajnos nem tudjuk azt a koncertet bevállalni. Nem az a célunk, hogy most agyba főbe koncertezzük, vagy kocsmákba zenéljünk. Tehát az a lényeg, hogy inkább nagyobb számú közönségnek és színvonalas koncertet. Tehát inkább ugye a minőségre is adunk honlapunkon, a CD-n, mindenütt, tehát arra igyekszünk, hogy lehetőleg színvonalas, tehát minőségi dolgot adjunk ki a kezünkbe. Ha valaki szeretne CD-t, akkor hol talál meg CD-t, és hol kaphatja meg? CD-t lehet vásárolni, természetesen a honlapon keresztül fel tudja venni velünk a kapcsolatot, tehát tőlünk szekler.com. is. Szekler.com, igen, tőlünk is tud rendelni CD-t, azon kívül egyelőre Sepsiszentgyörgyön vannak eladó CD-k a zeneüzletbe. Igen, a kiadónál is lehet vásárolni a honlapon, a kiadónak a címe is tehát rajta van. Tehát az már elég, hogyha valakit érdekel, akkor a igen, honlapon meg tudja, hogy igen, hol tehát kaphat az a legbiztosabb forrás, ott aztán kinek mi kerül közelebb, de nagyon szívesen postázzuk meg, tehát ha valaki... Amúgy nem azért volt a CD kiadva, mert ebből mi pénzt szeretnénk csinálni, ugyanis az összes dal fel van téve a honlapra MP3 változatban ingyenesen letölthető. Az összes videó fel van téve a YouTube-ra ingyen nézhető. Az albumnak a kiadása, vannak bizonyos nevezetességi követelmények nagyon sok helyen, amiket teljesíteni kell. Többek között legyen albumod, legyen tévériportod, legyen rádióbeszélgetésed. Na most ezeket a követelményeknek is meg szeretnénk felelni, és azért adtuk ki a CD-t. Tehát nem a pénzen van a lényeg. Nem a pénzen, tehát ebből így se úgy se lehet pénzt csinálni, nem is célunk. Tehát ingyenesen ott van, le lehet tölteni, lehet osztogatni, nem ez a lényege. Nem csak abból áll ez a zenekar, hogy megírtuk a székely néptörténelmét egyszer, ez tízszer nem lehet. A következő tematikánk, ugye szeretnénk egyelőre tematikus anyagot kiadni. A székelyföldi mondák, legendákból fogunk írni egy albumot, sőt már el is kezdődtek a munkálatok, már van dal is, amely készen van, már olyan dal is van, amit a koncerten be fogunk ráadásként játszani. És ez mikorra körülbelül? Hát az albumnak az elkészítése, tehát a Székely Kutya albumot, az körülbelül olyan 2 évig dolgoztunk rajta. Úgyhogy valószínű, hogy ez is még az idén már dolgozzunk, az a jövő év végére reméljük, hogy ezzel is kész leszünk, és akkor azt is, de addig is a dalok, ahogy készülnek, 3-4 dal, azt felvetetjük stúdióba és tesszük fel az internetre, tehát mondtam, nem lényeges, hogy most mikor jelenik meg egy új album, tehát hát szukor, majd az albumhoz. Köszönjük szépen. Majd később 3., 4. albumnál gondoltunk arra, hogy olyan dalokat írni, meg olyan zenét játszani, ilyen pörgősebb dalokat, amire igazán a közönség bulizni is tud. Zenét. Így van. Mert ezek inkább tematikus koncertek, oktató jellegű koncertek, tehát nem az a célunk, hogy most valaki bulizzon erre. Tehát ezt normálisan végig ne kell nézni, végig kell hallgatni, elgondolkozni rajta, és majd utólag utána olvasgatni. Jó, és zárásképpen ugye az utolsó kérdésem, hogy mik a Szekler Együttes jövőbeli tervei? Ugye beszéltünk már egy kicsit az októberi eseményről.
Igen, hát az idén rá vannak koncertek bevállalva, ott helyt szeretnénk állni. Ugye itt felsorolnám nagyobb rendezvények, a Szent Annató napok, ahol fő meghívott lesz a Szekler zenekar. Mikor lesz ez pontosan? Ez július 21-e, vasárnapi nap. Nagyobb rendezvény az EMI tábor, ahova meg vagyunk hívva, elég csúcsidőben szombaton játszunk. Ugyebár lesz az októberi csíkszeredai koncertünk, ami nagyobb. És ez hol lesz pontosan? Ezt a szakszervezetek művelődési házába szeretnénk megszervezni. Mint ahogy néztünk bejátszásokat a Szent Györgyi koncertről, tehát körülbelül egy ilyesmi színvonalú koncertről van szó, a végén tűzijátékkal, tehát akkor szép nagy esemény várható. Hát igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, és remélem, hogy még eljöztök a Székely TV-be, hogyha bármilyen fellépés vagy valami van, mi gondolom, hogy ott leszünk. Úgyhogy köszönjük a nézőknek is, hogy velünk voltak, és egy klippel zárjuk, vagyis egy dollal. Köszönjük szépen a meghívást! Kinevezve.
uram, ezt a népet, hogy gazdagságban, békességben élhessene Marosszéken, Csíkszéken és Háromszéken és Udvarhelyszéken. Áld meg, uram, ezt a népet, hogy gazdagságban, békességben élhessenek Marosszéken, Csíkszéken és Háromszéken és Udvarhelyszéken. Köszönöm szépen!